Tinit elkapjuk Monokumát. De Wednesday, kiszemészi tökéletes. Monokuma jobb. Kérlek, Wednesday. Oké, csak ne nyafog. Hurrá! Köszönöm, legjobb barátnőm. Nem fogod megbánni. Már megbántam. Segítség, mentsen meg valaki! Oké, ideje foglalkozni vele. Hölgyeim, azonnal látni akarom az apukáitokat a suliban. Inéd, várj! Olyan nyálas! Myers professzor úr! Nem az én hibám, teljesen véletlenül történt, esküszöm. Csak hüvelykúj birkózást játszottunk, és én nyertem. Tisztességes küzdelem volt. Szegénykém. Hurrá! Mi? Ötöst kaptam. Komolyan? Boldognak lenni nem rossz. Ne, ne csináld ezt. Minden tisztességes volt. Úgy tűnik, a professzor elfelejtette, hogy Wednesday Addams és Enid Sinclair szokatlan gyerekek, és soha nem adják fel ilyen könnyen. Senki sem mer így bánni egy dinggel. Maga tanított meg minket a tudomány szeretetére. Meghívjuk, hogy vegye részt a kísérletben. Nem, nem akarok, visszautasítom, kérem, ne! Ne, ne, ne! Miért olyan nehéz? Mi történt a fejemmel? Miért olyan szőrös? Úgy látszik, valami elromlott. Mi az? Rosszul számoltuk ki? A fejem! Szerintem így még jobb. De teljesen át kellett volna alakulnia. Segítség! Itt a vége! Én csak egy becsületes professzor vagyok. Lányok, itt vannak az apukáitok. Hol vannak a mi kis hercegnőjénk? A karrieremnek vége! Ez mind a te hibád, te kis picli. Au, szegény ujjam! Az életemnek vége! Minden világos, megint elvégezték a kísérletet. Hoppá, hoppá! Lányok, velünk jöttök! Mi csak igazságot akartunk szolgáltatni. Mr. Myers megérdemelte. Lányok, büntetést kaptok, adjátok át a kütyüket. De ez az életem! Jobb, ha átgondoljátok a viselkedéseteket. Wednesday, te jössz, várom! Ahogy akarom. De mi lesz a rituális ebédemmel? Iha! Veszély! Oké, rendben. Tessék. Várom a többit is. Túl jól ismer. Ismerősnek tűnik. Gyanúsan ismerős. Nézzük meg. Ó, ez nem tetszik. Mindegy. Wednesday, tudom, hogy ez nem az összes. Csak egy kis transformátor. Wednesday, legalább az ágyumat megtarthatnám. Az ágyút? Miért van nála az ágyú? Bocsánat, Victoria, remélem hamarosan találkozunk. Ez minden. Myers professzor az. Mr. Addams és Mr. Sinclair, nem tudok így tanítani. Hát persze. Szóval valamelyik kötöknek helyettesítenie kell. Lányok, túl messzire mentetek. Végre jó hírek. Apa, megígérem, hogy minden rendben lesz. Pontosan, nem kell aggódni. Szép munka, barátnőm. Igaza van a lázadókkal kapcsolatban, Sinclair, nem hagyhatjuk őket egyedül otthon. Így van, szóval te menj a suliba, én pedig itt maradok és vigyázok a lányokra. Az iskolába, nem akarok iskolába menni, legutóbb is szörnyű volt. Itt jön Wednesday apukája, Mr. Addams. Wow! Au! Milyen szörnyű időjárás. Olyan, mint a gimis időkben. Ó, igen, elfelejtettem, milyen esernyő van. Csak nem a suliban. Ne csináld, ez nem fair, ne! Sajnálom, de nem tehetek róla. A vonakodásom, hogy visszamenjek az iskolába, erősebb nálam. Ne, ne tedd! Én pedig ezzel a vudu babával erősebb vagyok nálad. Sok szerencsét, Mr. Sinclair. Szia, puci, szép napot! Kétlem, hogy az lesz. Kérlek, ne küldj oda, Addams. Miért teszed ezt velem? Ne aggódj, majd én vigyázok a lányokra. Ezt nem felejtem el, Addams. Mr. Sinclair, itt a munkahelye. Hol vagytok, srácok? Szóval jó reggelt, ma a tanárotok Sinclair professzor, nem én. Felnőtt ember vagyok, tudom kezelni a gyerekeket. Bánjatok vele tisztelettel. Mi? Ezt nem nevezheti tiszteletnek. Nézzétek azt a szemszünetet, mi van az arcoddal, haver? Igen, szegény fickó. Rólam beszélnek? Olyan kínos, nem bírom elviselni. Hoppá, ez az. Hivatalosan is végeztem.
Ez aztán a show. Ezt az egész sulinak látnia kell. Hiha, igen, szükség van egy helyettesítőre. Mr. Myers, hadd segítsek, jól van? Ha lehet ezt annak nevezni. Ne aggódjon, a diákjai biztos kezekben vannak. Jaj, ne! A professzor Hampton, játszunk baseballt! Aha! Jobb, ha te is kimész, Sinclair! Mary, dobd el! Ez kemény lesz, készüljetek fel! Srácok, üljetek a helyetekre, az óra elkezdődött! Nehezebb lesz ezekkel a diákokkal megbirkózni, mint amire Mr. Sinclair számított. Rock and roll, kell egy gitár! Oho, igen! Nyugodjunk meg! Ó, igen, most halljuk a dalotokat! A fülem ember, hagyd abba, ez elviselhetetlen! Így már jobb. Ó! Hát ezt nem kellett volna tennie. Méri, tűz! Srácok, ez csak vicc volt. Nincs vicc. Yeah! Ezt kap ki, Sinclair! Pont a célkeresztbe. Mit gondol ez, karmos fiú? Tudjuk, hogyan kell jobb viccet csinálni. Hagyjátok abba, elég! Végeztél, Claudie! Mi ez a hang? Ó, ne! Jól vannak? Jaj, tudjátok, miért nem ékeztem ezt a háborút? Fúj, fúj! Oké, először is meg kell szabadulnunk a füsttől. Itt nem lehet lélegezni, és látni sem. Ez egyszerűen borzalmas. Rendben, így már jobb. Hol vannak a srácok? Elbújtak? Ez egy kicsit furcsa. Hé, Zsenikém, nem akarsz minket kiengedni? Mi? Hoppá, azt hiszem tudom, hol vannak. Mr. Sinclair, nem csináljuk még egyszer. Megígérjük, hogy jól viselkedünk, csak engedjen ki minket. Igen, engedjen ki minket, karmos fiú. Még jó, hogy Myers ezt nem látja. Várjatok, mindjárt kihozlak titeket. Adjatok egy percet. Egy meg is van. És a másik is, szegényeim. Assi! Fú, macsak, pókáló, utálom a pókálót. Nézzenek oda! Te takarítok, gonosz tevő. Srácok, talán jobb, ha békét kötünk. Mit gondoltok? Béke? Majd én megmutatom neked, mi a béke. Igen, fognak! Szent karmok, segítségre van szükségem, fel kell hívnom Adamset. Gyerünk, válaszolj! Biztos ott hűsöl, miközben az életem forog kockán. Úgy tűnik, alszik. Csak maradj csendben, ne ébreszd fel. Igen, óvatosan fogjuk csinálni. Ez nem az enyém, mi csak játszottunk. Szóval fodrászost akarsz játszani? Hát akkor játszunk! Ne, a copjaimat ne! Már olyan régóta növeztem. Mit tegyek? Mi? Tudom! Aludni akarok! Lefektetem Inidet és folytatjuk. Inid, kövess engem! A házad olyan sötét. Tényleg, Mr. Adams, tudna nekem egy esti mesét mondani? Tudok egyet, a kedvencem. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kislány, aki kapott egy új játékot. A történet nagyon ijesztő! Egy éjszaka a kislány arra ébredt, hogy egy szörnyű, csontig hatoló üvöltést hall. Hatalmas, éles fogakat látott az arca előtt. Most még jobban félek a szörnyektől. A játék életben volt. Jól van, ijesztő éjszakát. Ismerem ezt a hangot. Lássuk csak. Adams bácsi, életben vagy. Megevett téged. Sakmat. Hogy csináltad? Szerencsés kígyó vagy. Sok évi gyakorlás, haver. Megint nyertem. Akarsz holnap visszavágót? Mennem kell. Viszlát. Én egy erős vérfarkas vagyok. Ne, ne csináljatok! Segítsetek! Muszáj! Ne, ne kérlek! Azt hitted, hogy ilyen könnyű minket megbékíteni, karmos fiú? Látod ezt a fegyvert? Mindannyiunknak ötöst fogsz adni, vetted? Javaslom, hogy frissítsd fel egy kicsit a hajat. Ha, igen! Ha, ő akarta! Ne csináljátok! Ha? Sinclair! Wow! Fuss! Ki az? Valami sápat fura alak. Remek, egy új célpont. Akkor be kell vetnünk a B-tervet. Látod meg valaki ilyen igazgatót? Talán valahogy tudom elcázni ezt a hatalmas fejet. Megpróbálok valami figyelemelterelőt találni, lássuk. Egy parókát? Bonjour, mademoiselle! Nem fog menni. Talán egy kalap? Annyira ízléstelen. Egy sapka?
Valami mocskos gangster vagyok. Nem lehet. Talán ez? Bamboléó! Nem jó. Hú, az én dínom tökéletes. Nem jöhetsz be. Mit képzelsz, mit csinálsz? Azért jöttem, hogy segítsek neked, de ez fájdalmas lehet. Ne! Legyen kegyelmes, kérem! Nyugalom, igazgató, de azt tanácsolom, maradjon nyugton. Gratulálok! Nincs szükséged dínosapkára. Micsoda? Hűha! Ó, Mr. Adams, maga a megmentő. Hurrá! Annyira boldog vagyok, hadd öleljelek meg. Annyira, de annyira hálás vagyok. Köszönöm. Köszi! Öröm veled üzletelni, mert nem kell tanítani a gyerekeidet. Mr. Sinclair! Amy, add ide azt a játékot. Az nem olyan félős gyerekeknek való, mint te. Wednesday, de te utálod a rózsaszín. Valaki mentsen meg! Még egy incidens, és behívom az apjukat a suliba. Csöndet! Utálom a zaj. A fülem! Elkobzom hosszú lábú mamit. Egyik őtök sem kapja meg. Oda tartozik, ahová tartozik. Ha-ha-ha! Végre csend van az osztályban. És élvezhetem a kedvenc kávém csodás ízét. Oh, a gyomrom! Figyellek titeket. Jól fogunk viselkedni? Persze. Most jön a csintevés ideje? Csináljuk! A kedvenc kávéja felszolgálva, Mr. Myers. Ne öntse ki! Még szerencse, hogy a tanár tart aloét az osztályban. A leve remekül táplálja és hidratálja a kézbőrét. Mr. Myers is köszönetet mondhat nekünk. Ez a két lázadó együtt találja ki a legszakatlanabb módját annak, hogy leckésztessenek meg egy tanárt. Szóval, ez nem az én hátam volt. Már megint készültök valamire? Szorgalmasak. Túlságosan is azok. Élvezem a pillanatot. A kávém! Ez a ti művetek? Oda ragadt a nadrágom a székhez. Hogy fogok most a kollégáimmal szembenézni? Miért van itt ez az izé? Csak ne a képet! Ti! A kép részévé váltál. Mit gondolsz a kéz hidratálásáról? Ti ketten már eleget játszottatok. Behívom apáitokat az irodába. Hoppá. Csak ezt ne. Ismerd meg Inid apját, a gazdag Mr. Sinclair. Régen voltam már iskolában. Kezdek nosztalgiázni. Micsoda? Én ide egy lózer? Ez nem igaz. Ki írhat ilyen hülyeséget? Azt hiszem, én tudom. Nincsenek itt a tanárok? Tudja meg mindenki a suliban, hogy ki itt a legnagyobb lózer. Hé, mit csinálsz? Semmi. Mi? A manok kényszerítettek rá. Nem mozdulj, ifjú hölgy. Kérlek, csak ne vigyél az igazgatóhoz. Nem vagyok én olyan kegyetlen. Van egy feladatom számodra. Érdekel? Mit kell tennem? Semmi bonyolultat, figyelj! Amikor senki sem figyel, akkor tedd ezt fel. Ki az? Úgy tűnik, az iskolának új vendége van. Wednesday apja Mr. Adams. Más néven a szegény ember. Wow! Jaj! Micsoda szörnyű időjárás! Olyan, mint a gimnáziumi időkben. Rég nem láttuk egymást, Mr. Adams. Hadd segítsek! Téged is behívtak, Sinclair. Úgy tűnik, a lányaink jól kijöttek egymással. Hello, izé, szép manikűr. Egyelőre bújj el. Mehetünk? Talán a lányokat megdicsérik a jegyeikért. Ők a dicsőségtáblán vannak. Nem, ők a fő bajkeverők. Nem erre számítottam. Végre itt vannak. Kérem, jöjjenek be az irodámba. Komolyan kell beszélgetnünk. Mit akar ez jelenteni? Én édapja olyan nagy lelkű. Tévedtem. Tényleg ő a legjobb. Milyen rendetlenséget csináltál? Nem én voltam. Komoly büntetés vár rád. Tovább fut. Micsoda pofátlanság. Szép munka. Kövessenek. Rossz híreket érzek, és bízom a vérfarkas érzékemben. És Mr. Myersnek bizonyára súlyos fokú narcizmusa van. A nagynénémnek is ilyen volt. Igen, az igazgató is maximalista. Már értem, miért olyan szigorú. Erre később még szükségem lehet.
Egy kicsit aggódom. Feltartottak, meg kellett dorgálnom a diákokat. Hangosabban beszéltek, mint kellett volna. Valami nincs rendben. Biztos vagyok benne, hogy az asztal másképp nézett ki, amikor elmentem. Mondják meg, mi hiányzik az asztalomról? Fogalmunk sincs. Nem nyúltunk semmihez őszintén. Valami eltűnt, de nem tudom kitalálni, hogy mi az. Írjátok meg hozzászólásban, hogy milyen tárgy tűnt el. Most pedig beszéljünk a lányaik viselkedéséről. Ez bűzlik a szegénységtől. Ez kínzás az érzékeny szaglásomnak. Még jó, hogy van nálam szegénység elleni spré. Nem akarok sznopszagot árasztani. Jaj, ne! Itt jön a taknyos támadás! Bújjunk el! Hapszi! Ezt elkerültem. Fúj! Ó, igen. Elfelejtettem, milyen esernyőm van. Bocsánat, allergiás vagyok a csillámporra. Ó, köszönöm, kedves kéz. Hello! És beszél is! Nem már, megint! Áú! Az alma nem esett messze a fájától, mi? Megbüntetem! Hoppá! Micsoda csavar! Ó, apu, te is itt vagy! Mit tettek veled? Mr. Sinclair, jöjjön a táblához! Én? Rendben. Írja le ezerszer azt a mondatot, hogy jó példát fogok mutatni a lányomnak! Szükséges ez? Én megdolgozhatok a találmányomon. Viselkedj! Addig is kitalálok egy új büntetést, úgyhogy ne zavarj! Jól fogod csinálni. Minden rendben van, drágám. Kell egy kis segítség. A megoldás a táblán van. Köszi, megvan, rendben. Már csak azt kell kitalálni, hogy semlegesítsük őt. Biztos van nálam valami hasznos dolog. Nem ez, ez sem. Ez nem fog segíteni, és ez mit kell nekem? Megtaláltam. Épp ez az, amire szükségem van. Most már nem tudja felvenni, és nem fog látni semmit. Szóval nem vesztegetem az időmet, ennyi elég is. Befejeztem. Mi? Ennyi? Olyan jót álmodtam. Úgy csináltam, ahogy kérte. Nem látok semmit. Furcsa, miért nem tudom kinyitni a szemüvegemet? Mondtam, hogy működni fog. Ó! Oh, mi az? Azt hitted, át tudsz verni? Ez csak egy félreértés. Mégis köthetnénk egy üzletet. Nem fogadok el kenőpénzt. Szegény érzékeny füleim. Mi a fene? Újra kéne kezdeni az egészet. Megvan, megvan! Ez most már biztos. Psz, a teleportáló készen áll, ideje lelépni innen. Végre. Inéd, velünk jössz? Hű, hova visz minket? El innen. Tedd a kezed a gombra, hogy működjön. Remélem, Hawaii-ra megyünk. Hol vagyunk? Rossz érzésem van ezzel kapcsolatban. Ó, érdekes. Börtönben vagyunk. Új szomszédok. Mutassuk meg nekik, ki a főnök. Hé, vesztesek! Siessetek és javítsátok, meg teleportáljatok. Már majdnem megijedtem. Tessó, szabadok vagyunk. De mi ez a hely? Egyes, viselkedjetek. Üljetek le most. Igen, uram. Rosszabb, mint az igazgató. Hogy jutunk ki innen? Örökre itt ragadtunk, nekünk annyi. Ezúttal horrontottam el. Reménytelenek. Azt hiszem, megoldottam. Kérlek, hagyd abba. Megint a cellában vagyunk, micsoda öröm. Itt sokkal jobb. Újra a suliban vagyunk. Az igazgató nincs itt, és már 7 óra van. Akkor szabadok vagyunk. Megyek, megnézek valamit. Az ajtó zárva. Ez egy dolgot jelent. Myers úr hazament, és itt hagyott minket éjszakára. De a gazdag Sinclair és a szegény Adams családot még éjszaka is meglepetés éri. Az iskola most üres, ez tökéletes lehetőség számomra. Valaki készül valamire. Be van zárva. Félsz, hogy valaki ellopja a filceket? Tudom, mit kell tennem. Minden alkalomra való körmök segítenek.
Lehet, hogy rabló. Óvatosnak kell lennem. Kész. Jobb, ha nem csapunk zajt. És az iskola éjszaka még hátborzongatóbb, mint nappal. Úgy figyelek, ahogy apa tanította. Tökéletes. Az összes plakát ki van téve. Lehet, hogy kapok plusz fizút. Ki van itt? Csapdába estél, tolvaj. Ah, ne érj hozzám! Hová szaladsz? Valakit kínoznak? Engedj el, kérlek! Mi folyik itt? Sok mindenről lemaradtunk, amíg aludtunk. Messzire mentek? A sors elől nem menekülhetsz. Én itt a legjobb. Anyu, én félek. Wednesday, várj! Azt hiszem, tudom, hogy ki az. Ó, itt egy kis félreértés történt. Engedd el! Ments meg, Mr. Sinclair! Nem szeretem ezeket a plakátokat. Nekem sem tetszenek. Ne nézz rám így, ez ijesztő. Ó, van egy javaslatom, hogyan lehetne megoldani. Psst, megteszed, amit kérek. Pénzt előre. Igen, nem gond. Ó, megteszek minden tőlem telhető. A kávé az egyetlen dolog reggel, ami nem irritál. Vezdés, imid a legjobb. Megvan a ragasztó? Hogy is felejthetném el? Ne aggódjon, Miss Wheeler, nem fog fájni. Csak nézd rájuk, Wednesday és Init kisgyerekek. És úgy tűnik, hogy bajkosak. Hűha! A hajom! Segítenünk kell neki. Nem mozduljon, Miss Wheeler. Az ilyen viselkedésért komoly büntetés jár a Nevermore Akadémián. Rendőrség! Állj! Az egységtől jöttem, hogy felvegyem a harcot a legpajzánabb kölykök ellen. Ki gondolta volna, hogy egy egyszerű csintevés idáig vezethet? Wednesday, mi tartott ilyen sokáig? Miss Wheeler túl sokat alszik. Wednesday és Init túl fiatalok ahhoz, hogy egyedül töltsék a börtönben töltött időt, így anyjuknak kell társaságot nyújtania nekik. Micsoda hátborzongató cella, ez a sok háló és a nyolclábú lakói. Vajon szivárványt robbantottak itt ezektől az élénk, olcsó színektől mindketten rosszul leszünk. Kizárt, hogy Wednesday és a gazdag anyukája valaha is megszereti ezt a cellát. Anya, mit csináljunk? Van egy ötletem. He, én itt gyere ide! Ne nyúj semmihez! Javaslom, cseréljünk cellát. Fogd a pénzt és add nekünk a pókokat. Ez a színes rémálom egyszerűen jobban illik hozzád. Hát, ezzel nehéz nem egyetérteni. Én itt átmegyünk. Nekem itt jobban tetszik. De még mindig van dolgunk. Szép! Tegyük még szebbé. Itt az ideje, hogy elkezdjük az átneveléseteket. Én nem megyek, de igen, mész, a nevelés fontos. Ó, hát persze. Én itt viselkedj, és tanulj meg mindent, amit Valasztiszt mond. Gyerünk, lányok! Igen, olcsónak tűnik. A gazdag Wednesday anyuka utálja az ilyen szegényes berendezést, de tudja, hogyan hozza helyre. Drága gótikus dekorációval a lányok otthon érzik magukat. És az utolsó simítás. Most már itt lakhatunk. A szegény Init mama sem bánja, hogy rendbe tegye a celláját, bárhogy ugyanez a varázslat nem áll rendelkezésére, de a képzelet igen. Nem lehet elég sok élénk színekből, csak egy kis fogkrém kell. Kevés! Tegyünk hozzá egy kis vizet, most jól keverjük össze, és kész! Init kiválaszthatta a szivárványos festéket a börtön dekorációjához. Most már van saját szivárványuk, ha szép! A lányom imádni fogja. Most már tökéletes. Ideje a világításnak, de nem sokáig. Ne aggódj, ez nem szökés, csak egy kis csíz a szomszédunknak. Hé, kérsz egy kis harapnivalót? Kapd el! Reméljük, hogy Init nem változik vérfarkassá a cellában. Hé, ezek bizonyítékok, nem játékok. Tegyétek el és folytassuk a leckét. Hát, ezeket a lányokat nehéz megnevelni. Az első feladatotok 5 év plusz 7 év egyenlő. A válasz? Hé, vegyétek fel a telefont most! Hé, fáj a füle! Azt mondtam, vegyétek fel a telefont, kis bűnözők! Wednesday, talán csak vegyük fel? Nem, ettől unalmasak lesznek az óráink. Ott van a telefon, vegyétek fel, különben nagy bajba kerültök. Nem értjük. Ez nem világos. Úgy tűnik, az első leszke a börtönben már azelőtt véget ért, hogy elkezdődött volna. Hé, hova mentek? Gyertek vissza! Ne! Na, hogy tetszik a cellánk, Init? Most már a mi stílusunk.
Mit gondolsz, Wednesday? Szörnyű munka, anya. Nekem tetszik. Ez a kedvenc fotóm. Lám-lám, valaki éhes. Valasz biztos úr, itt az ideje, hogy együnk egy falatot. A vacsora tálalva jó étvágyat. Hű, ezt nem tálalhatod a vérfarkasoknak. Hát, legalább valami. Hát, a lányok nem maradhatnak éhesek, nem igaz? Bár tudja valaki, hogyan kell megenni ezeket a zappehely falatokat? Ezt nem eszem meg. Próbáld meg elképzelni, hogy ez csirke. Amit csináljunk. Micsoda illat, fincsi. Ez nem egy fánk, de azért finom. Ah, ideje szólítani. Ez remek alkalom arra, hogy kihasználjuk a tiszt ellenállhatatlan édesség szeretetét. Hoppá! Úgy tűnik, ez a szerelem olyan erősnek bizonyult, hogy az új tejszínhab már el is fogyott. Van egy ötletem. Ki van ott? Hurrá! Imádom a tejszínhabot. Várj! Edzük az ízlelő bimboinkat azzal, hogy csukott szemmel leszünk. Oké, kezdhetjük. Olyan finom. Bemutatom nektek a mi jellegzetes ételünket, a börtönzappelyhet. Ez undorító. Erre számítottam, de nem kell felhúznod magad. Van egy különleges menünk a gazdag rabok számára. Kérem, asszonyom és kisasszony, válasszon, amit a szíve kíván. Ha van rá lehetőségük, természetesen bármit megkaphatnak a pénzürték. Úgy tűnik, Wednesday anyukáját nem nyűgözte le a gazdag menü. Elvégre ezek a lányok nem olyanok, mint az átlagos gazdag emberek, ami azt jelenti, különleges ízlésük van. Krém helyett pókháló, sajt helyett aranyrút. Így van. Csak az Adams Family-nek ízlene ez az étel. Ezt nem bírom nézni. Kell valami, ami eltereli a figyelmemet. Elfelejtettem letépni a lapot. A stresszes munka mellett nem csoda, hogy memória zavarom van. Péntek 13-a különleges dátum fogjaink számára. Majdnem elfelejtettük. Inéd, minden készen van? Persze, jó, hogy előre felkészültünk. Boldog szülinapot, lányok! Különleges torta különleges gyerekeknek. Már csak két részre kell osztanunk. Állj! A börtönben tilos éles tárgyakat használni. Elkobzom! De akkor hogy vágjam fel? Van egy megoldásom. Egy perc. Kész. Próbáld ki, működnie kell. Hűha, köszönöm. Remélem tetszeni fog. Én itt, ez a te feled. 100%-os étcsokoládé torta Wednesday-nek, és egy színes epres torta Inidnek. Van egy ajándékom. Ez a tiéd, kislányom. Hűha, marokkói gyűrűs gyíkok. Tudtam, hogy tetszeni fog. Persze, már csak 50 darab van belőlük a világon. Hát, most már csak 20 maradt. Várj itt. Hoztam neked még néhányat. Király, ezek feketék. Köszi, anya. Ez még nem minden. Olyan gyönyörű. Megrendelésre készült. Imádom. Ne leskelődj. Most nyisd ki a szemed. Tadá! Hűha, olyan régóta álmodtam már egy Barbie babáról. Köszi, mami. Ó! Hoppá. Semmi baj, ez bármikor megeshet. Van egy ötletem. Én itt szegény édesanyja soha nem engedhetné meg magának, hogy új babát rendeljen. Hűha, érdekes. De a saját kezével bármit meg tud csinálni. Bármilyen frizurát meg lehet vele tanulni. Tetszik neked? Még szép? És kívül tetszett a baba. Mindig emlékezni fogok erre. A munka itt még nem ér véget. Wednesday-jel fogsz játszani. Bármit megteszek, amit csak akarsz. Most tedd ide ezt a szárat. Igen, így. És ezt ide. Szép volt! Hurrá! Most már tudom, hogyan kell fonni. Nos, a Wednesday frizurás baba sokkal élethűbb. Szegény valasz rendőr még el is ájult a stressztől. Életben vagyok. A mennyországban. Lássuk csak. Nem, inkább az élő pokolban. 5010-20. Egy koktél a VIP rabnak. Itt a pénzed. Oké, oké. Várj, többet is tudok ajánlani. Hűha, szép. Mind a tiéd lehet, ha hagysz megszökni. 100-200. Sajnálom, asszonyom, nem tehetem, különben nekem végem. Szép napot. Csúnya balasz, majd kitalálok valamit. Valasz rendőr tényleg azt hiszi, hogy Wednesday ilyen könnyen feladja. Nem szabadna felügyelet nélkül hagynia ezt a ravasznőt.
Csak a naív kislányok nem tudják, hogy kell új lenyomatot venni. Én ezt 6 éves koromban tanultam meg. És az én pénzemmel még a börtönben is mindent megkapok, amire szükségem van. Ráadásul itt nincs szükségem semmi szuper drága dologra, kivéve egy kis aranyporra. Igazából lehet, hogy neked nem kell, de nekem igen. Kivéve, hogy nem akarok elköteleződni. Soha nem fogok megházasodni, soha. Vannak fontosabb dolgaim is. Hé, hogy jutottál ki? Viszlát! Hello! Menjen vissza a cellájába, hölgyem, és nincs több szökés. Még nincs vége, majd kitalálok valamit, meglátod. Nem kellett volna dicsekedned vele. Úgy tűnik, Inéd is rájött valamire. Van egy közönséges zárunk, ami azt jelenti, hogy szükségünk van egy közönséges mesterkulcsra. A körömre szelő teszi a dolgát. A vérfarkas karmaim mindig segítenek. És most kiköszön el? Ezt a zárat nehezebb feltörni, mint gondoltam. Nem baj, van még 9 karmom. Most már csak 5 van. Az A terv kudarcot vallott, próbáljuk meg a B-t. Ebből a börtönből nehezebb kiszabadulni, mint ahogy az első pillantásra tűnik. Le kell töltenünk a büntetésünket. Teltek a napok, és a lányok anyukái elvesztették a reményt a korai szabadulásról. De a kis Wednesday és barátnője Inéd nem szokta feladni. Izé, add át Inédnek. Izé, mi az? Hadd nézzem. Ah, ez egy üzenet Wednesday-től. Tűnjünk el innen. Én is ezt akarom. Úgy tűnik, Inéd már régóta várta, hogy Wednesday felajánlja ezt. És az eszközeikből ítélve a lányok készen állnak a drasztikus lépésre. Térjünk át a terv fő részére. Jaj, ez fáj, segítség! Mi történt? Jól vagy? Nem akarjuk felzaklatni, de maga az, aki nincs jól, biztos úr. Mivel Inéd és Wednesday remekül vannak. Szép munka, kislány. Ó, szendvics! Épp időben. Most pedig fussunk. Mi történt itt? Inéd, ébredj fel! Inéd! A tiszt itt fekszik. Biztos csak alszik. Azt kétlem. Wednesday, nagyszerű híreim vannak. Szóval készülj! Tada! Babát várok! Hűha! Te is terhes vagy! Mindketten anyukák leszünk. Örülök. Hogy vagy, drágám? A baba állandóan rúg. Valószínűleg focista lesz belőle. Lássuk csak. Hát, ha a lányodat érdekli a sport, lányom lesz? Igen, gratulálok. Hogy van a leendő anyuka? Szóval akkor nincs panasz. Wednesday, nézd, kislányt vársz. Hát, ez nem úgy néz ki, mint egy gyerek. Várj, hová tűnt? Valami baj van. Hé, ez nem játék. Ott van. Csak hogy a baba úgy néz ki, mintha borcos lenne valami miatt. Így mosolyog, mint az anyja. Köszönöm, Doki. Persze, szívesen. Itt az ideje, hogy megcsináljam az én kis szépségem szobáját. Minél több ilyen szép kis virágot teszünk az ágyára, amennyit csak lehet. Az igazi hercegnőknek virágokban kell hemperegniük. Az én lányomnak is lesznek virágai, különlegesek. A Vénusz légycsapója megvédi majd gyermekemet a hivatlan vendégektől. A plüss Pikachu és a gyönyörű Barbie tökéletes lesz a kislányomnak. A plüss szörnyek már várják a kislányomat. Valaki hiányzik. Most már mindenki itt van. Nézd csak meg ezt az imádnivalót! Egy ilyen zenélővel egyáltalán nem lesz ijesztő a kislányomnak itt aludni. Pont ez kell az édes álmokhoz. A zenélő forgon megrendelésre készült. Soha senki nem fog ilyet kapni. Pugsley, feküdj oda, ki kell próbálnom a kis ágyat. Csak még egy dolog. Mami! Jó a kis ágy.